Portrék, installációk, tájképek a szlovén Primorska Egyetem hallgatóinak munkái a Nyíregyházi Egyetemen. A Koperi Intézmény a Vizuális Kultúra Intézettel közösen szervezett cserekiállítást. Egy régi barátság, az én barátságom Jirzsi Kocsica szobrászművésszel a kiinduló pontja ennek a kiállításnak. Mi már többször állítottunk ki együtt, közösen Budapesten és Ljubljanában, sőt a Nyíregyházi Egyetem munkáit is már bemutattuk Ljubljanában az ottani művészeti szakközépiskolában, és ez a mostani cserekiállításnak az első fordulója, amikor a Primorskai Egyetemnek a hallgatói mutatkoznak be itt Nyíregyházán a mi galériánkban, a központi könyvtárunkban. A következő fordulója ennek a cserekiállításnak Primorska Egyetemen lesz, Koperban április 22-i megnyitóval. A Koperi Egyetem vizuális művészet és dizájn karán az elmúlt években nagy hangsúlyt fektettek az oktatásban, a kortárs képzőművészetek mellett az új média tartalmaira, a digitális kultúra elemeire. In that exhibition now there are I think 18 students. 18 diák, több mint 20 alkotása látható ezen a kiállításon. A munkákkal szerettük volna megmutatni azt az új interdisziplináris programot, amelyet már 3 éve folytatunk egyetemünkön, és amelynek alapja az új média és a kortárs művészet. A megnyitó díszvendége volt Szlovénia magyarországi nagykövete, a két ország kapcsolatának erősítésén dolgozó diplomata első alkalommal járt Nyíregyházán. Well, today we discussed the cooperation with different universities in Slovenia and the university in Nyíregyháza. Ma több szlovén felsőoktatási intézmény és a Nyíregyházi Egyetem közötti együttműködési lehetőségekről is beszéltünk. Jelenleg az itteni Vizuális Kultúra Intézet és a Koperi Egyetem kapcsolata szorosabb, de szintén van együttműködés a Ljubljanai és a Maribori egyetemekkel, főként az alkalmazott tudományok és az IT területén. Ezek a területek azonban elsősorban a cégek szempontjából hasznosak. A Primorska Egyetem hallgatóinak kiállítása március 22-éig tekinthető meg a Nyíregyházi Egyetem központi könyvtárának kiállító termében.